Üdvözletem, csütörtök, akkor nem csak flaster van, végre ezt is elmondhatom, eszembe jutott egy ilyen flasztrás kezdés, hanem kötött fogás is van, méghozzá Szalma Botonddal, üdvözöllek. Jó estét mindenkinek. Csintalan Sándorral. Jó napot kívánok, jelentkezem innen a Fortuna stúdióból. Hát ez nem tudom, hogy mondott-e, ez csak a wide szemű nézőknek mondott hát bármi. Nem, picsa, nem ez lesz az első olyan mondatom, amit nem értenek, mert nem tudok magyarul. És nem is az utolsó, ez így van. És Konok Péter. Jó estét kívánok. No, hát egészen váratlan fordulatként. Na. Kezdjünk vele, ha már a Magyar Hang címlapján is ő van. Szóval Szájer József. Már címlapon van? Hát, de most meg a hollandok egy picit megelőztek minket, de már igen, már itt is címlapon van. Szóval Szájer ügy, hát nem tudom. Én tudnék most egy órát beszélni, de beszéltek inkább. Miért nem? Hát, hogy mit érdemes erről az egészről? Annyi vetülete van számomra. Nekem a média része is érdekes, hogy megint hogy befürdött egy pillanatra, egy hosszú pillanatra a kormány média, de talán ami sokkal érdekesebb, hogy megindul-e valami kis bezuhanásféle a Fideszben esetleg. Én hallottam erről is ezt-azt, hogy most már nem állnak annyira túl jól, mint ahogy szoktak egyébként, bár a saját közvéleménykutatóik azért nem ezt mutatják ki. Aztán érdekes lehet az is, hogy valóban a vétó miatt történik-e mindez, és egyszerűen a Orbán Viktor felment egy olyan ligába focizni, ahol sokkal keményebb játékosok vannak, ahol igazi nagy fiúk, meg profik rúgják a bőrt, és hát ez talán hiba volt, és tulajdonképpen maga Orbán Viktor a elindítója ennek az egésznek, már ha ez el van indítva, és nem valóban egy egyszeri ügy. Szóval mit gondoltak erről az egészről? Szerintem ez nem Szájer ügy. Tehát ezt most Szájer ügynek próbáljuk eladni, mert hát Szájernek ez egy személyes tragédiája, ha azt veszük, meg még coming out sem mondanám, de ez egy velejéig romlott társadalomnak a látképe, vagy kórképe, inkább így mondanám. Eljött az a pillanat, amikor a látványpékséget be kell zárni, mert ez most, ugye van pékség, meg látványpékség, meg van kormányzás, meg látványkormányzás, ez már nem is látványkormányzás, hanem látszatkormányzás, ami itt ment, és ahogy szétesett az egészségügy, most szétesett az erkölcsi alap is. Ennyi történt. Tehát a sok erkölcsi alap nem volt, én azon filóztam magamban, rettentően unom egyébként a Szájer ügyet, de tényleg két nap, az elején azért nagyon jókat lehetett rögni. Azon filóztam, hogy ugye kijött, hogy most már az ÉSZT külügyminisztérium is elismerte, hogy az ő egyik diplomatájuk ott volt. És azon töprengtem, hogy valószínűleg ezért egy ÉSZT diplomatának különösebben ez a nagy tragédiát nem jelent. Tehát így nyilván azért megkérdezik, hogy hát hogy kerültél bele az újságokba, hát elmentem bulizni, ott voltak férfiak, meg minden jött, a rendőrség, jó napot kíván, ennyi volt. Tehát egy normális országban, ahol különösebben ez nem egy jelentős tétel, ugye azért, mert nincs egy központi homofób propaganda, ott, hogy mondjam, ez nem egy olyan nagy durranás. Tehát az Európa Parlamenti képviselő az egy kis szabad idejébe elmegy egy ilyen kis fapados, hogy is hívják be, gangbang partira, magánügye. Attól válik nem magánügye, ugye ez az Európai Parlamenti képviselő, ugye a mitológia szerint mondjuk a szövegezője annak az alaptörvénynek nevezett alkotmánypótléknak, amit Magyarország a magáénak vall, és amiben azért eléggé jelentős, hogy mondjam, homofób, de inkább azt mondanám, hogy kirekesztő jellegű tézisek vannak, tehát, hogy itt van egy elég jelentősen éles kontraszt ugye a magánélet és a közélet között, ami egy ilyen szinten és egy ilyen piedesztálon már kicsikét mondhatni, hogy erőteljesen kontraproduktív. Másrészt pedig, hogy mondjam, az egész image, tehát ugye a másik fele ennek, mert most azt, hogy megszekték ott 15-en, vagy 25-en, vagy mit tudom, hányan a kiárás korlátozásokat, hát ez nem tűnik túl súlyosnak, de ez a kis extázi. Tehát ugye egy olyan országban történik mindez, ahol hát így nagyjából a legális drog az a propaganda meg a pálinka, és minden erővel, minden fórumon erről szól a történet, hogy ez micsoda iszonyatosan erkölcstelen dolog. Tehát ilyen értelemben valóban társadalmi látlelet, a társadalomról beszél az, hogy ez
Most leszámítva az, hogy a bulvár sajtó egy ilyet mindenütt felkap, mert hát tényleg elementárisan vicces, én így elképzelem a jelenetet. Mármint, hogy ez a jó ember ott egy szál szívecskés boxergatjában lót az csatornára, hátán a hátizsák, amiben van a bárról ő, legyünk jó hiszeműek, ugye nem tudjuk, nem tudja, hogy hogy került oda, kié volt ő, ő ilyet még nem is látott. Tehát a kontextus, a Magyarország kontextus, és illetve hát, hogyha igaz, most ugye elkezdett ez a ez a jó ember, aki szervezi ezeket a partikat, ilyen bekerült az érdeklődés homlok terébe, mondasztom mindent, hogy igaz, hogy lengyel képviselők is voltak, vagy lengyel politikusok, na nekik éppen ilyen kínos lesz, és kellemetlen lesz, a kiderül. Az, hogy aztán eddig miért csak ennyi derült, illetve ez az ész tudsz, de ott még a nevet nem tudjuk, meg lehet, hogy nem is fogjuk, mert tényleg nem fognak arra foglalkozni, az mondjuk felvet olyan kérdéseket, hogy tényleg az lehet, hogy valamilyen izé is volt, ilyen csőbehúzás, de hát a könyörgöm azt azért valószínűleg tartom, hogy Szájer urat így a tarkójához tartott pisztolya kísérték el erre a gangben partira, mert a filmekben sem szokott így lenni. Így van. Tehát, hogy egyetértve Péterrel, mégis ez az ügy, amennyiben van, már pedig van, Lengyelországban és Magyarországon lehet érdekes. Még egyébként a tizenvalahány évvel ezelőtti Magyarországon se lett volna talán olyan nagyon érdekes, bár ugye Szájer megtette azt a szívességet, hogy talán a saját sorsának is egyébként, hogy egy, fogta magát egy szállt boxer alsóba, menekült, hát az utcán kapták el, nyilván elég feltűnő volt télvíz idején, ugye, és egyébként tényleg a hátizsákkal a hátán, és hát az extazi. Ezt nem nagyon fogja elhinni neki senki. Mert mindenki ezzel védekedik, hogy hát én honnan tudjam, hogy hogy került a táskámba. Hát úgy. Azon kívül én nem hiszek itt az ilyen konteós tébolyokban. Azért azt tudni kell, ha valakinek van brüsszeli kapcsolata, járjon utána. Tehát azért azok, akik ebben a rendezvényben most részt vettek, ezek törvényt sértettek Belgiumban. Nagyon szigorú lockdown van, és egyébként a rendőrök 25-ös éve járkálnak az után, hogy ezt betartsák. Azt, ez a 25-es szám, ez visszatérő, úgy látszik. Hát azért, mert én megkérdeztem, hát azért tér vissza. Most mire gondolsz? Hát a buliba is 25-en voltak. A buliba is 25-en voltak, arra gondolom. Csak nem rendőrök. Nem tudjuk, hogy volt a rendőrök. Biztos volt rendőrjelm ez is. A dolog azért keltette fel a figyelmemet, esetleg, hogy tényleg én is rakosgattam a fejembe, hogy érvényes egy ilyen összeesküvés elmélet, hiszen azért, amikor csendzavarásért kihívnak a szomszédok, vagy akár egy lockdown idején kihívnak a szomszédok, akkor azt gondoltam, hogy kettesével vagy bekopog a izé. De hát nem. Tehát, és ez a szám eléggé pontosnak látszik. Tehát egy társaságban, egy ilyen zárlat idején az, hogy mondjuk kihívják a rendőrséget a balhé miatt, ez is teljesen életszerű ma, a mai Belgiumban. Én egy kicsit sajnálom a Szájert, és milyen lehet egy olyan rendszer. És szabad ember lett Szájer, jóskora. Komolyan mondom, végül is felszabadult, most már 50-valahány éves. Azért mégiscsak ő nem kis módon járult ahhoz hozzá, hogy egy olyan rendszer épüljön, és egy olyan közmegítélés Magyarországon, ahol ő egyenlő a bibliai utálatossal. Ezért ő megdolgozott, hogy őt most az elbarátai, meg volt elvtársai megköbdössé. Orbán előáll azzal, hogy most jutott tudomására Szájer botlása. Hát minden üzenem Orbán Viktornak, ha ő most tudta meg, hogy Szájer úr egyébként magánilag milyen életvitelt visz, akkor hát akkor na, a hülyék az utca túloldalán vannak. Én is azt gondolom egyébként, és nem a nemi orientáltságáról beszélek. Nincsen, ez kamu, ez etetés, és bárki mondja, mindenki etet, aki azt állítja, hogy egy politikus esetében, egy közéleti ember esetében, de egy hatalmi politikus esetében különösképpen nincs magánélet és nincs külön közélet. Ez nem igaz. Minden politikai állítás, minden erkölcsi állítás egyébként nagyjából akkor hiteles, hogyha aki mondja és állítja, az egyébként ez szerint él. Tehát ez kamu. Hogy
hogy most összedőle az utolsó kérdésre visszatérve, hogy összedőle ettől a rendszer, meg egyáltalán. Az a helyzet, hogy azért egy ponton mindenkivel vitatkoznék, ez lényegében általános mantra, hogy itt csak látványkormányzás van ebben az országban. Drága barátaim, ha itt csak látványkormányzás van, akkor egyébként mitől is szenvedtek? Mitől szenvedünk? Az nem látványkormányzás, hogy ellopják a fél országot, hogy eladósítják az országot úgy még, ahogy soha nem voltunk még az IMF-nek se eladósítva. Nem eladósítás egyébként, hogy vagyis mi az Isten, nem látványkormányzás. Ezek az, hogy az önkormányzatokat tönkre teszik, az nem látványkormányzás. Az konkrét döntés. Az, hogy a nyáron a két hullám között nem csináltak semmit a hátrányos helyzetű gyerekekért és családok érdekében, az, hogy csak három hónap számít munkanélkülinek az az ember, aki kiesik ezen a hálón, ez nem látványkormányzás, ez mögött döntések vannak. Effektív döntések. Hát dehogy nem. Hát miért? Nem a mesekönyvből, meg nem az Andersen meséjében van, meg nem a televízióban van, hanem ez a véres valóság. Nem teljesen. Ettől nem fog összedőlni, azt gondolom, hogy ezek a dolgok rakódnak, mint a guánó. Semmi nem dől össze természetesen, mert kibírtuk ma Tatárt is, meg a törököt is, meg a kommunizmus is, meg a nem kommunizmus is. Én nem erről van szó, de különben a Péter mondta ki a varázs szót, amikor az volt az első mondatai között az én gondolataimra, hogy hát, hogy nincsenek erkölcsi alapok, meg nincs ez, de vannak sajnos papíron. Erről beszélek a látványkormányzásnál. Tehát mi, most beszélek a Fidesz-KDNP-ről, hogy beszélek a jobboldali érzelmű emberekről, hogy beszélek a hitük alapján élő emberekről, megpróbáltuk kisebbségben előadni a többségnek, a 10 millió többségnek, mert ugyanis a római katolikusok, vagy a hívő emberek ebben az országban kisebbségben vannak, csak még eddig nem vettük észre, hogy kell élni, mint kell élni, ezt alkotmányba írtuk, ezt kértük, hogy ne daráljanak könyvet, kértük, hogy ne olvassanak mesét, bizonyos meséket, kértük mindenkitől, hogy viselkedjen, mit csináljon. És azért látványkormányzás, meg látszatkormányzás, ezelőtt nem így éltünk, tehát vizet prédikáltunk, és bort ittunk. Ha bort iszunk, akkor mondjuk azt, hogy bort iszunk. Ha közbeszerzéseket lefolytatjuk, vagy lefolytatjuk, akkor azt mindenki látja, hogy mit csinálunk, de mi azt mondjuk, hogy minden közbeszerzés az teljesen frankó. Mi azt mondjuk, hogy teljesen frankó, hogy Kalata úr fiatal gyermekek képek gyűjtögeti a számítógépén, és senkit nem zavart ez ugye a kormányba, sőt az információs hivatal se zavarta. Gondoljunk bele, ezért ilyenekre gondolok, a magyar külügyminiszter az újságokból tudja meg, hogy három nappal előtte elvitték egy szakállas barátját a rendőrök Belgiumban, aki nem egy asztalos segéd volt Brüsszelben, hanem a magyar kormány és a magyar nemzet egyik igen prominens képviselője. Tehát miről beszélgetünk? Hát úgy csinálnak, mint a gyerekek, ez a kukucs-kukucs játék. Az a két éves gyereknek tök jól áll, hogy letakarja a szemét, mert nem látja a nagypapa. Hát könyörgöm, ne játsszuk már ezt el. Ez a velejéig romlott, szemét korrupt rendszer, amit mi nem tudom, hívjunk rendes kormányzásnak, hogy megnyugodjon a Sándor is. Ez a belső rohadása jön elő. Tehát jönnek elő a kukacok, az almából. Időnként kijön a kukac, időnként meg megesszük, amikor beleharapunk. De ne tegyünk már úgy, hogy ez most Szájer Józsefről, meg a homoszexuálisokról szól, meg ne tegyünk úgy, hogy jaj, szegény Szájer József, mi történt vele? Szegény Szájer József egészen jól el volt ott 16 évig. A mi képviseletünk, mert még egyszer mondtam. Hogy mi történt Szájer Józseffel, meg hogy miért volt ott jól el 16 évig? Tehát milyen hihetetlenül, igen, tulajdonképpen nincs rá jobb szó, erkölcstelen az a rendszer, amiben Szájer József kvázi menekülő útvonalként elhúz Brüsszelbe. Ugye jó, persze ez bizonyos értelemben kegyvesztettség, bizonyos értelemben meg egy sajátos kegy, ahol élheti azt az életet, amit egyébként normálisan bárhol élhetne. Tulajdonképpen az a vicc, hogy ha ő felvállalja magát, mint egy keresztény, jobboldali úriembernek, akkor is élhetne, lehetne simán egy homoszexuális életet, mert a kereszténység, meg a jobboldaliság, meg az úriemberség ezt nem zárja ki, csak ebben a meglehetősen torz rendszerben nem teheti, ezért kihúz Brüsszelbe. Most nem félreértés, ne essék, egy nem hullatok könnyet a Szájerért, sőt, szerintem igazán megdolgozott. Nekem tetszett, amikor az Orbán Viktorék ezzel nyomták, meg ő is ezzel kezdte, hogy hát, de ezt botlásomat, ezt a 30 év munkájának fényébe értékeljék. Igen, én úgy értékelem. Tehát ez csak egy
ha nincs az a 30 év munka mögötte, ami miatt ez nem egy botlás, hanem egy felháborító és nagyon gusztustalan dolog, ami megmutatja, hogy milyen rohadt a rendszer. Nem ettől fog összedőlni, egész biztos vagyok benne, mert tulajdonképpen valahol ez egy piti ügy. Ez egy magánéleti probléma, ami ilyen módon feltupírozódott. Ez nem fogja tönkretenni, viszont van benne egy olyan momentum, ami annak idején a Borkai ügyben is benne volt, és ami láthatóan azért ártott a Fidesznek, a nevetségessé válás. Tehát az egész, a szituáció, a kép, a kis stíliség, tehát most tényleg, hogyha az ember sétál így jó 8 óra előtt az utcán, és nézi ezeket a mikulásokat, amik így lógnak a falakról, hát ki az, akinek nem a szájér fog az eszébe jutni. Ha valaki azt most a szót így, hogy elkövetkező 3 évben bármilyen kontextusban meghallja, hogy Ereszt csatorna, ki az, akinek nem a szájér fog az eszébe jutni, és ki az, aki nem röhögni fog, mert hogy ez egy magát nagyon komolyan vevő, puffogó, savanyú kis diktatúra. Csak nézzük meg a főnököt. Nézzük meg a főnököt, hogy lassan, komolyan beszél. Vigyorogni néha tud, de nem mosolyog. Az egész arcjáték az, hogy egy kurva komoly ember. És ez egy kurva komoly ország. Ezt tessék komolyan venni. Tiszteletet követelünk. És hát akkor jön a szakállas bácsi, aki tényleg egyszer alsogatjába inal a rendőrök elől a brüsszeli utcákon. Ez a gond. Nevetségesé nem szabad válniuk. Lehet veszteni, lehet győzni, a veszteséget úgyis győzelemnek kommunikálják, ezt nehéz győzelemnek kommunikálni. Megpróbálták. Gondolj a kommunikációra, mert a Sándor kérdezte ezt a látszat dolgot. Sándor, tudod, mire gondolj? Hogy vasárnap délután még az volt a kommunikáció, hogy elfáradt a 17 éves elképesztő küzdelem, ami ugye mindenkről folyik az izzadságot kint Brüsszelben. Annyit kell dolgozni, mondjuk egy Dajs Tamás is szétdolgozza az agyát. Ez azt jelenti, hogy... Így is lehet mondani. Azért nem, ez nem nyelvbotlás volt. Nem nyelvbotlás volt. Igen, ebben is igaz van a Péternek. Gondoljatok bele. Azt nézhatjuk egy Káder temetőnek is, mert azért Áder János is volt egy ideig Brüsszelben. Persze nem számüzetésben, csak hogy jól el volt. Csak utána jött a Schmidt Plagi bácsi, és hát valakire le kellett cserélni. Ugyanígy azért volt meg egy pár ember, ott egész jól le volt azért a pár ezer euróért havonta, sokan cserélnek velük, szétszagadva az istrángokat, de pontosan ez az, amiről beszélünk. Tehát az embereknek előadjuk azt, hogy mi vagyunk a szentek, hogy Szent István tőlünk tanulta a kereszténységet, előadjuk nekik, hogy mi aztán fethetetek vagyunk, és fantasztikusan viselkedünk, ugyanakkor pedig lehányjuk az embereket. Mert vasárnap még az volt a hazugság, hogy nagyon fáradt vagyok, és nagyon nehéz az életem. Nem igaz. Ő neki már vasárnap azt kellett volna mondani, hogy tettem valamit, levonom a következtetéseket, és itt hagyom az EU-t, és kilépek a Fideszből, jó napot. És úgyis megtudtuk volna, hogy mi az oka. Nem, mi ugyanúgy csináltunk, mint a Borka ügynél, csak a Borka ügynél ez 3 hónapig lehetett csinálni. A Kalatánál 1 hónapig, ennél az esetnél meg 2 napjuk maradt. De a kommunikáció ugyanaz maradt, hát nézzük meg az M1-et, vagy olvassuk. Pont ezt akarom mondani, hogy én most így beszélgettem a fideszes ismerőseimmel erről az egészről, és hogy azért így nézve a kormánymédiát is, mielőtt Orbán tegnap megszólalt, előtte már elkezdtek azon dolgozni, hogy ugye egy ilyen titkosszolgálati akció által csőbe húzott valódi hazafi a Szájer, és már egy-egy műsorban már ott ahol most vagy Sanyi ott azon a környéken, már elkezdtek neki ilyen kis szobrot ácsolni, hogy hát ez egy derék hazafi, aki itt fel lett áldozva, érettünk. Na most, ahhoz, és akkor mondom, én az ismerősömnek mondom, az a, és vagy bocsánat, jött ez a relativizálás, a szokásos, hogy miért a bal oldalon is ott felsorolják a izéket, a kokós MSZP-st, meg a izéket. Mondom, oké, tesó, ez így van, de azok nem állítják magukról, hogy ők szentek. Hát legalább ennyivel előrébb vannak, nem mintha jobb lenne egy kokós MSZP-s egyébként. De hogy ha egy párt 10 éve nyomatja magáról azt, hogy ők a morális fölény, ők a morál, hát akkor ott erről csak fenc van, és hogy ezek a ügyek, ezek sokszorosan ütnek vissza. A miniszterelnök helyettes, a kereszténydemokrata néppárt elnöke megy a kormányülésre, és azt válaszolja az 5 kérdező riporternek, hozzáteszem, az ő fizetésében benne van, hogy válaszoljon a riporternek, mindegy, hogy melyik pártnak a tagja, és a magyar miniszterelnök helyettes és a KDNP elnöke azt válaszolja vissza, hogy miért kéne kezd bármit szólnia. Na, drága barátom, azért kéne szólnod hozzá, mert te vagy egy egyedüli pártnak az elnöke, amelyik ideológiai párt, amelyik a Jézus Krisztusi tanításokat teszi az első helyre, ugyanúgy, mint az emmi minisztere, akit most leváltottak, és a belügyminiszter, az egészségügyi felelős miniszter, de zárjál bezárva. Ez itt a baj, amikor egy
miniszterelnök helyettes hülyének nézi a választóit, a kereszténydemokratákat. Mert az SZDSZ elnöke nyugodtan mehetett volna, és azt mondta, hogy ezt nem kommentálja, mert hát ez teljesen normális, mert ő ezt elfogadja. De mi állítólag teljesen máshogy élünk ebben az országban, mert ez a Fidesz-KDNP 11 éve azokon az alapokon nyugszik, amit ugye most pedig, hát akkor bocsánat, hát a maga fia is, mert drogozott az MSZP, és meg drogozott a DK-s, meg lopott a Gyurcsány. Erre rögtön az a kérdés, ha drogozott az MSZP, akkor a Fidesz által kijelölt főügyész és az ügyészsége, a Fidesz által kijelölt belügyminiszter és a rendőrsége, és a meglevő bírósági hatalom ki fogja nyomozni, el fogja kapni, el fogja ítélni, és hitre fogja vágni, szerintem. Ha meg nem történik vele semmi, akkor megkérdezem tőlük, hogy akkor most akkor mi történt. Tehát ne a másikra mutogassunk, hogy mit csinált a másik, meg a másik szemében nézegessük a szálkát, a saját szemünkbe vegyük észre a gerendát. És nem lehet látványpékséget tartani, mert a kereszténység az nem erőszakos hittérítés jelent, hanem az viselkedésforma a mindennapokban, és példamutatás. És ami szarul viselkedünk, és szemét példát mutatunk a családunknak, gyerekünknek, a munkájunkon, akkor ne csodálkozzunk, ha utána le fognak minket köpködni. Mert a másik embert nem fogják, mert ő nem mond ilyenek a másiknak, hogy hogy én. Nem határozom meg neki, hogy ki a családban a fiú, meg ki a lány, és nem határozom meg neki, hogy hogy éljen. Ha meg meghatároznak, akkor próbálják meg ennek megfelelően élni. Nekem ez a vélemény. Engem megdöbbentett egyébként az is, hogy viszont milyen elképesztő lelkesedéssel kezdett el az ellenzéki közvélemény egy része buzizni ennek örömére. Milyen lelkesen kezdte el összemosni egyébként, és ilyen egy képekre rakni a Szájért meg a Kalettát. Ugye ez egy ilyen tipikus jobboldali homofób toposz egyébként, hogy a homoszexualitásnak valami köze van a pedofiliához. Gyakorlatilag semmi köze nincsen, de hogy mégis ez a dizájn hogy jön. Milyen örömmel engedték végre el azokat a kvázi unpolkorrekt maradt malac vicceket, amiket így mindig szerettek volna elengedni. Tehát ez a szálka, a gerenda történet, milyen hihetetlen tövegeket nyom kedvenc Gyurcsány Ferencem a mély morális felháborodástól, amiket nem nyomott, amikor Gréci úr hát ugye egy személyes szexbotrányba keveredett. Tehát egy kicsit mindenkinek hátrább kéne az agarakkal, még ha akkor is, ez most a Fidesz sara, az ellenzék hülye lenne ezt nem kihasználni, tényleg, hát most kénytelen vagyok azt mondani, hogy lovagoljanak ezen a dolgon, tehát, de az egész morális, hogy mondjam, politikai morálról és politikai közéletről ez sok mindent elárul. Viszont én egy dologra tényleg kíváncsi vagyok, sok dologra vagyok kíváncsi, mondjuk magára az eseményre, nem mered, igazán nem szeretném magam előtt látni, hogy volt az a másfél nap, amikor ugye már ő lemondott, már mint a Szájer, meg elmondta, hogy milyen marra fáradt, meg mit, találgattak az emberek, hogy hú, lehet, hogy tényleg ő az emberarcú fideszes, aki belenézett a tükörbe, és már senkit nem látott, és ennek akkor... zászló hordozója voltam ennek a hülye idealista mozgalomnak. Nem írtam le, de még én is filóztam ilyesmint, tehát így bennem is felmerült a gondolat. Tök jó, hogy nem írtam le, most akkor elárultam magam. De hogy ugye akkor, amikor ezt mondta, akkor azért hát gyanítható, hogy már Szijjártó Péter már olvasta az újságban, hogy mi történt. Tehát valahogy már eljutott hozzá a hír. Nem hihetjük, ugye, hogy nem tudták. Hát ez egyébként az, hogy a Szájer homoszexuális, azt ebben a közösségben mindenki tudta mindig. Ezzel azt hiszem semmi probléma nem volt. Tudták, miről van szó. Miben reménykedtek? Abban, hogy a belga sajtót is sikerül megvenni, elhallgattatni, és ez nem lesz hír. Mi a fenébe reménykedtek, amikor kiadták ezt a mémet, vagy ezt a képet? Megköszönjük a 30 évet Szájer Józsefnek, aki áldozatos munkával odahelyezte a konzervatizmus és a katolicizmus útján. Igazuk volt, mert valóban megmutatta, hogy hová való a magyar kereszténydemokráciának nevezett valami, de hogy mit hittek? Mert az világos volt, hogy tulajdonképpen tátott szájjal rohannak a faszerdőbe, hogy megint csak egy kicsit stílszerűen legyek gusztustalan, azzal, hogy előkészítik a még nagyobb röhelyt. Hogy beleállnak, hogy valóban nem az van, hogy amit egyébként a Szájer ezúttal az egyetlen kvázi működőképes dolog, hogy azt mondja, hát fiaim, barátaim, választóim, Péter, én azt mondanám neked valamennyire ismerve, hogy működnek arra felé a dolgok, hogy egyszerűen arra készültek, hogy a saját tábornak kell majd valamiféle megnyugtató, vagy valamiféle hihető, vagy nem tudom milyen történetet kalapálni,
Csak aztán meg ugye az történt, hogy nem volt annyira ütőképes a kormánymédia megint csak, tehát hogy ezt a Borkai Bakit azért elkövették megint, hogy itten, ha nem is napokig, meg hetekig, de azért hosszú órákig azok a fideszes vagy kormány támogató közélet iránt érdeklődő polgárok, akik valamit meg akartak tudni erről az ügyről, az kizárólag az ellenzéki médiából tudtak tájékozódni. Tehát ez a hiba megint előfordult, ezért nem tudok válaszolni, mert én azt gondolnám, hogy erre készültek, csak akkor nem tudom, hogy a Kesma nevű izé, meg a többi, az hogy nem lassan fordult irányba. Ne haragudj, ez nem hiba. Te újságíró vagy. Tehát te profi vagy a szakmádban, bocsáss meg. Akkor ez nem újságírás, meg nem tévészerkesztés. Te beszélsz el a Kesmáról, ez 10 milliárdokba kerül, miről beszélgetünk? Ezek az emberek megfigyel, ezek nem hobbiból csinálják kutyasétáltatás közben. Jó, 8 után már tudják kutyát sétáltatva. De én nem is állítottam, hogy itt újságírás és televízió szerkesztés. Jó, csak érted, amiről beszélsz. Tehát nem szeretném védeni őket, nem. Ők megszokták azt, hogy leadhatnak mindig minden baromságot. És mindig mindenki mindent bevesz, kivéve a gondolkodó embereket, azoknak nincs felületük. De amit, ugyanaz, amit az elején elmondtam, az a kukucs-kukucs. Most játszhatták a kukucs-kukucsot, de az összes több embernek nem volt becsukva a szeme. Mert ugye hát lehet, hogy ott le kellett vetkezni ebbe a buliba, meg lehet, hogy nem tudom, mit kellett csinálni benne, de lehet, hogy nyitva lehetett egy pár ember szeme. Igen, itt nyitva volt az emberek szeme, és a saját tábor azért az 2 millió, és abból a saját 2 milliós táborból egy része nem, hogy úgy mondjam, normális, minden nap életet élő ember, és akkor rájött, hogy úristen, hát eddig egy Potemkin faluba sétáltunk, és most benéztünk a házfalak mögé, és rájöttünk, hogy fából van az egész. Hát nincs benne habarcs. Tehát ne védjük azokat az emberek, akiket ez a sok szemetet meg hazugságot a TV1-től kezdve, a pesti srácokon át, az Oligon keresztül, ugye a központi, hogy úgy mondjam, az 50-es évek központi újsághírét, meg tévérét nekünk itt belenyomták a vénánkba. Nem kérem szépen. Itt emberek ültek, és vártak a parancsra, hogy mit mondhatnak, meg mit mutatnak be, csak marra nehezett volna bemutatni a Mikulást, mert még nem volt december 6-a. Mert lehet, hogy be akarták mutatni a Mikulást a hátizsákjába, extazival, hogy menekül a kémény mellől az Eres csatornán, de ez nem sikerült. De valamit mondani kellett. Én is ezt mondom, tehát hogy azt gondoltam volna, hogy a Fidesznek volt ideje most elkészülni arra, hogy majd hogy kezelje. Ehhez képest le volt fagyva a médiája, tehát hogy nem értem, hogy akkor mi történt. Tehát pont ezt mondom én is. Tehát nem gondolom én, hogy a izéket kéne sajnálni. Tudod, miért nem tud lefagyni a médiája? Azért, mert nincs. Tehát ott nagyon jól fizetett emberek vannak, az nem média, ami nem működik, csak ha nem jön meg a Cetlin, hogy mit olvasson be a Konok Péter, akkor Konok Péter szerintem nem meri elmondani a véleményét. Vagy a Sándornak föl kellett írni egy Cetlire, hogy mit mondhat. Sándor, ha akart, bukfencezett a Hősök terén, akart, akkor a Hír TV műsort vezetett. De nem írták le neked Cetlire, hogy Sándorkám, ha ezt nem olvasod be, akkor valakba rugunk. Érted a különbséget? Van ott egy szintenk, amelyik most levizsgázott, bár igazából az, hogy megpróbálom elképzelni, tehát ez volt a nyersanyag. A nyersanyagot nagyjából ismerjük, hogy ebből mit lehetett volna tupírozni, tehát oké, van ez a kicsit ez a titkos szolgálati szál, szegény gangbang James Bond belevitte valamibe, amit ő egyébként nem akar, csak izé, tehát mit lehetett volna ebből csinálni? Tehát az alatt a másfél nap alatt, amíg gondolkodtak, arra legalább rájöhettek volna, ha más nem, ott fönt, akik a cetliket küldözgetik, hogy hát basszus, hát itt most már csak előre lehet menni, mert ebből nem csinálnak hőskölteményt. Vagy legalábbis nehéz. Én szerintem elég jó fantáziám van, de nem sikerült még kidolgoznom azt, hogy mondjuk azt mondták volna, hogy itt van 5 millió forint, a nevet soha nem kerül nyilvánosságra, írd már meg, hogy vállaljuk ezt. Hát nem tudom, mit írtam volna. Jó, csak itt jön elő az megint, ugyan, itt jön megint elő az, amikor a szakmát kiszorítják a kormányzásból, meg mindenhonnan, meg a tisztességet, meg a becsületet. Minden horgonylánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Elpattan a leggyengébb láncszeme, amikor ledobod a horgonyt, és nem tudod fölhúzni, hogy nem tartja meg a hajót. Itt, amikor olyan emberekkel dolgozol, akik arra várnak, hogy megmondják, hogy mi a feladatuk, ott nagyon nagy baj van. És amit te mondtál, hát fiad, most adhatsz neki még 10 milliót, tehát nem tudja kitalálni, mit kell mondani, mert még sosem mondott igazat. Még nem írt meg egy rendes publicisztikát, és még nem volt véleménye, vagy nem tudott kérdezni, mert az is egy művészet kérdezni. Arra vártak, mit mond a főnök. Csak ugye a Borkájánál lehetett ezt húzni, a Kaletánál lehetett ezt húzni, hát ugye harmadszor megérkezett a korsó a kútra, eltörött. Ennyi. Szeretnél, Sándor, hozzászólni?
esetleg. Hát a ritkán szólsz hozzá. Azért miközben azt azért nyugodtan rögzítsük, hogy persze az egész ország nem lóg itten az interneten minden ellenkező híreszteléssel szemben. Sok millió, sok százezer olyan magyar van, aki, de szép lesz, le fogok merülni, akinek nincsen internet hozzáférése semmilyen formában. Ezt azért rögzítsük, ezért azt nem tudjuk, hogy ők mit gondolnak. Meg egyetlen gondolnak erről az egészről valamit. Azon kívül én azt tapasztaltam, hogy elég gyorsan, és egyébként ez elég hatékonyan működik is, hogy Szájer már aznap este elkezdtek ilyeneket nyomni, amikor ugye nyilvánosságra került, hogy Szájert meg akarták zsarolni a titkosszolgálatok, és ő nem árult el a hazát. Tehát valójában ő egy hős. Az tényleg vicces. Erre utaltam akkor, hogyha Orbán Viktor tényleg azt állítja, hogy most tudta meg is, hogy ez egy botlás. Az, hogy életvitelszerűen Szájer életmódja és létmódja kint Brüsszellel, nem a hódoltásáról beszélek, egyébként hordoz közpolitikai, politikai kockázatokat, meg biztonsági kockázatokat, hogy nyilvánvalóan nem újdonság, és veletek ellentétben egyáltalán nem gondolom, hogy ő egy félretett személy lett volna ott az Unióban. Ő a Fidesz, mint európai parlamenti frakciójának és az európai politikának egy eléggé fontos mértékadó személyességeként volt jelen. Hát nem a csúcson és nem a toppon, de azért a Szájer komolyan vették. És az, hogy itt most a Szájernek az emlékművét kezdik építeni, az elég hatékonyan működik jelentem. Elég hatékonyan működik. Nem is kell persze csodát várni egy-egy ilyen esemény kapcsán. Meg hát ugye valószínűleg nem olyan nagyon működik mondjuk a Gyurcsányféle kárőrvendés, tényleg a Grécinek a markára tekintünk, akkor meg tényleg nem. Szóval egy dolgot szeretnék még mondani. Végül is a kihelyezett ez a probléma, az szerint fog megítélődni a választói körben, hogy mennyire volt hatékony, vagy mennyire hatékony az a politikai társadalmi karakter, amelyik most egyelőre volt a Fidesz mögött. Én is érzek, meg tapasztaltam, hogy van felháborodás, de hogy ez hova fog vezetni, és hogy milyen kérdéseket vett föl ebben a szavazótáborban, azért ez a kérdés még szerintem nem dőlt el. Lehet, hogy egyre több ilyen történet eredményeképpen bizony el fog rozsdásodni, és össze fog dőlni és rohadni, mint a Kádár rendszer. Most érkezni fog a másik oldalról is egy-két különvendő, mert ugye az információ van ezen az oldalon is, meg azon az oldalon is, de ettől függetlenül én értem, amit mondasz, Sándor, ezt, hogy 15-20 vagy 30% embernek nincs internet előfelés, vagy nem néz internetet minden nap, vagy nem kommunikál úgy, mert ilyen van, sőt, vidéken ugye nézik a TV1-et, a Királyi TV-t, a Kossuth Rádiót hallgatják, meg a Kesma újságokat olvassák, de a probléma ezzel az például, ismerve a magyar társadalom egy részét, na a vidéki embernek maga a homoszexuális unga-bunga egy kicsit, hogy úgy mondjam, jobban zavarja a vidéki átlagpolgárt, mint a fővárosit. Jó. Tehát a főváros, tehát máshogy áll hozzá, tehát, és az a szavazóbázisuk egy része, azok nem lesznek ettől boldogabbak, ettől az ügytől. És szerintem egyáltalán nem fog nekik tetszeni. Nevetni fogsz, én sem vagyok ettől az ügytől boldog. Tehát ez nem erről szól ez a történet, hogy a Szájer meg ez az ügy mennyire teszi az embert, vagy a közösséget boldoggá. Amúgy meg én konkrétan arról beszélek, hogy egy csomó embernek effektív nincsen digitális kapcsolata, és ez nem csak vidéken van így, Budapest egy részén is így van, ez jól látható, én ehhez ragaszkodnék, tehát ne adjatok olyat a számba, amit nem mondtam. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az akkor, ha már szóban, igen, ennek az országnak van egy olyan része, számosan vannak ilyenek, aki egyszerűen egyébként fasiszta. Tehát nyugodtan, ilyen érzelmei vannak, nyugodtan aspirálhat a kormány arra, hogy Magyarországon nagyon sokan hánynak a homoszexualitástól.
És itt ragadnak meg ebben az egész történetben. Miközben egyébként legalább két bűncselekményt még elkövetett a Szájer. Megsértette a lockdownt képviselő létére, és egyébként extazit találtak a táskájába. És minden ilyen ember egyébként azt szokta mondani, hogy sose tudja, hogy hogy került az extazi a táskájába. Igen, és még amúgy egyébként mi a szarért menekült a csövön? Hát a litván meg a zén... Hol meneküljön? Olyan kis kirekítő, hogy hol meneküljön, érted? Szóval, hogy egyébként... Hát a többi nem menekült, érted? Jó, vágom, érted, ez irónia akart lenni, azt mindig bejött. Miért menekült? Nem azért menekült, mert... lehet, hogy azért is menekült, mert extázi volt a hátizsákjába, hanem mert tudta, hogyha kiderül, hogy ő Szájer József, a Magyar Köztársaság Európa Parlamenti képviselője, akkor abból ordinári nagy botrány lesz. Hát ezért nem vitt magával útlevelet sem, amivel egyébként megszívta, mert a nála van az útlevele, illetve hát a diplomata igazolványa, és mutatja, hogy neki mentessége van, nem néznek bele a hátizsákjába. Nem igaz. Tettenérésnél ez nem érvényes, ne beszéljetek már az őket. A tettenérésnél nincs botozása. Jó van, oké. Tudom, hogy nektek a bőgyötökben van a mentelmi jog, ez fasság már tényleg. Szerintem meg most pont azt csináljuk, amit el szerettek volna érni. Nézegetjük a beteg tehenet, a piranyák. Mi vagyunk a piranyák, a csordát meg áthajtják két mérföldre följebb. Tehát nem érdekli senkit a mentelmi jog. Teljesen jó, meg, sőt, meg kell, hogy valljam az átlag embert, Szájer József se érdekli, de amit az előbb elmondtál, a Fidesz szavazóbázisnak jelentős része vidéki. Ennyi. Na, ám de. Nem mondanám őket fasisztáknak, nagyon kezdünk, máshogy szocializálunk. Kezdjük már nagyon itt a részletekbe, hogy inkább ugorjunk át a másik fideszes képviselőre, ha már úgyis szóba került Dajcs Tamás, mert hogy úgy néz ki, hogy közben meg érik a Dajcs ügy. Ami nem az, amire gondoltok, ennye-bennye, hanem az a Dajcs ügy érik, hogy ki akarják zárni a néppárti frakcióból. Pont most írt egy Twitter bejegyzés, mielőtt idejöttem, akkor olvastam, hogy könnyek között közölte, hogy a kommunisták 30 éve bebörtönözték, és most hasonló dolog vár rá. És ez a 30 ember őt ott hogy bántja, meg hogy nem bántja. Hát, hogy mondjam, számomra ő, mondjuk ez az én vélemény, ő nálunk minden ugye nemzeti, ő a nemzet semmittevője. Tehát a nemzet semmittevőjeként örüljön, hogy kim van. Most, hogy benn van egy pár családban, hogy nincsen benne, az nem baj, de hogy mondjam, nem szeretnék abba a klubba tartozni, ahol ő tartozik. És most nem abba a klubba gondolok, amely Szájer úr jár. Tehát nem lesz senkinek semmi baj, hogyha a Dajcs urat kizárják a néppártból. Nem csodálom, ha kizárják, ezt tudom mondani. De ha nem zárják ki, akkor se fog semmi történni, ez egy színjáték. Nem tudom, ki volt az a valamelyik fideszes, nem az Orbán, talán a kövér, aki azt mondta, hogy egyenként fogjuk benneteket levadászni. Hát most itt azt látjuk, tehát hogy mondjam, Dajcs Tamás a maga, ja Istenem, nem akarok ilyen perképes lenni ez ügyben, tehát a maga visszafogott intellektusával és a maga bohém életmódjával, mely azért jelentős mértékig a toxikománia irányába torlódik el, hát gyengelán nem. Tehát, hogyha egy fogást akar, nem rúgják, mert ugye azért a néppárt eléggé súnyi ezzel az egészen, hogy hányszor meglengedték, így kirúgjuk a Fideszbe, úgy nem felelnek meg az értékeinknek. Hát azért ez úgy mindig elsúnyult. Na most lehet darabonként. Könyörgöm, ki lesz az, aki megvédi Dajcs Tamás? Tehát így, oké, még egyelőre csak, ha jól tudom, 30 aláírás van azon, hogy rúgják ki a francba, de hát Dajcs Tamás mellé odaállni, az valami sajátos értéknyilatkozat. Hát kicsit egyébként olyan, mint most Szájer József mellé odállni, aki mondjuk gyorsan küzdötte le magát oda, ahova Dajcs Tamás hosszú évek munkájával és megbízhatóan elhelyezte magát. Lehet azt mondani, és a Dajcsi gyaggódhat azon, hogy 30 éve lecsukták őt a Prágában, most meg majd kirúgják a jó kis néppárti jó kis Európa Parlamenti állásából, de hát ez meglehetősen magától értetődő, hogy ő lett volna a következő, és ő lesz a következő. Hát én őt se tudom sajnálni, megmondom őszintén, hozzám közel áll a bohém életmód, meg minden ilyesmi, de Dajcs Tamás meg nem. Jó, az a helyzet, hogy néha összenem egyeztető elvárásokat fogalmazunk meg, egy többé-kevésbé kényszerből is demokratikusan működő közösségnél nem egyik napról másikra születnek olyan döntések, hogy kizárunk valakit, vagy nem zárunk ki. Teljesen érdektelen nekem az inger küszöbben, mert nem üti meg, hogy most van egy ilyen vita. Frakció belül lehet. Amúgy meg egyetértek a Dajcs megítélésével természetesen. Most, hogyha egy kicsit szórakozni akarnék a gondolattal, most azért a Dajcs
lehet, hogy hivatkozik arra, hogy ült egy napot a börtönbe, de mondjuk az, hogy Gestapo meg mondjuk a kommunizmus fénykorába, ő csak egy névtábla lenne, hogyha az Európai Unió parlamentje, az Unió parlamentje úgy működne, mint ahogy ő az idézett szervezeteket emlegeti, mint ahogy egyébként Orbán Viktor se vétózna, vagy nem volna hol vétóznia, pontosabban vagy a Ljubljankán, vagy valami ideggyógyászati intézetbe kötne ki, hogyha egyébként ez egyenlő lenne Brüsszel egyébként a moszkvai, meg a KGB-s rendszerekkel. Komolyan mondom, már szégyellem magam, hogy ebben a politikai diskurzusban részt lehet venni, ahol ezek az emberek nagyjából ezen a szinten és ezzel a nyelvi közeggel terhelik agyon az emberek agyát, ami meg vagyok persze döbbenve, hogy 2020-ban a választóközönség egy jelentős része, az ellenzéki is egyébként fogékony az ilyesmire. Nem tudok részt venni ebben, ami szörnyű, komolyan. Rendszerváltás környékén a Nemere Istvánnak volt egy regénye, mindenkinek ajánlom, mert nagyon vicces, az volt a cím, hogy Gátszakadás. Arról szólt, hogy a Nemere elképzelte, hogy mi lenne, hogyha visszajönnének a kommunisták, vagy el sem mentek pontosan, igen, valamilyen nemzetközi bonyodalom van, és a Münich Ferenc társaság átveszi a hatalmat. És egyébként nagyon vicces, az egész 2000 szilveszterén játszódik, és a Greenpeace fel akarja robbantani a Gabcsikovói vízlépcsőt, vagy a Paksi atomerőművet, tök mint egy ilyen kalandregény. Na abba Deutsch Tamás hősi halott. Csak ahhoz kapcsolódva, amit a Sanyi mondta. Mert Deutsch Tamás az első volt, akit egy tír felirat, egy hungarokamion feliratú gépkocsival elgázoltak, hogy lehetetlenné tegyék a hatalom átvételét a demokratikus erőknek. Úgyhogy volt egy étosza a csávónak. Én ismertem olyanokat, akik a KISZ brigádjukat Deutsch Tamásról nevezték el, létezett Gyergesmújfalun, 88-89, Deutsch Tamás KISZ brigád. Korábban Che Guevarának hívták, de azt mondták, hogy a Deutsch Tamás csinosabb. De. Igen, azt hiszem, hogy túl is beszéltük ez, mert hogy mondjam, most minden sértés nélkül... De menjünk is tovább. Ez az ember sokkal többet nem érdekel. Nem értem el. Viszont egy valaki biztos, hogy volt a Fideszben, aki valószínűleg boldog volt attól a szájerügytől. Demeter Szilárdra gondolok, mert hogy végre egy kicsit elterelődik róla a figyelem, de mi ezt most nem engedjük, és visszaterelgetjük egy picit a figyelmet Demeter Szilárdra, mert hogy tartottak egy demonstrációt is. Egyébként nem lesz abból az ügyből semmi, nem? Most ezen hirtelen végigfuttattam ezt a sztorit. Hát a Demeter ügyből. Ez volt az ügy, de én nem értek egyet azzal. Szerintem Demeter Szilárdot a guta ütötte a Szájer cucc miatt. Demeter Szilárd élete három legnagyobb napját élvezte át. Végre mindenki róla beszélt. Ez a kis pöcs, ez tulajdonképpen nem más, mint az az óvodások, vagy kisiskolások, hogy meghallja, hogy a tanítónéni azt mondja, hogy ő nem szereti a tokfőzeléket, és kibegy a konyhára, és kiborogatja a tokfőzeléket a konyhás nénikre az edényekből. Ez túl akar teljesíteni. Ez azt látta, hogy ezt mondják, kitalált valamit, ami egyébként nem is az, amit ráfogtak, tehát ez nem volt egy antiszemita meg náci beszéd, ez egy ostoba, gusztustalan szar volt, amit kitalált, egy nagyon rossz párhuzam, egy teljesen inhumánus gondolkodás, de szerintem ez az ember lehetett el, mint Tájer József. Szerintem igazad van, de csak addig tartott nála ez az öröm, meg ez a lelkesedés, hogy most ő milyen kemény csávó is van itt a reflektorfényben, amíg oda nem szóltak neki, hogy talán ezt most akkor itt vissza kéne vonni, meg hogy... Visszavonta, de hát ott maradt a helyén. Tehát jó, ő nem. Egy utcai harcos a Székelyföldről, izéval, a Bugyli bicskájával, ez az önképe. Ő kapott egy maflás, persze, hát egy körökedő... Ha megengeditek, mielőtt lemerülök teljesen, azt szeretném mondani, hogy egyrészt azért azt nyugodtan rögzítsük le, hogy ilyen szövegek töménytelen mennyiségben jelennek meg a Magyar Egytől a Magyar Nemzeten keresztül orba szájba ebben az országban. Ide jutottunk, ide fajult a dolog. Aminek jelentősége van, és ami ezt a jelentőséget adja nyilván, az, hogy ő a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a főigazgatója, és mint ilyen, és ezekkel a gondolatokkal mondjuk kultúrember és úriember nem ül levele egy asztal mellé. Most elég, komolyan mondom, nem azt mondom, hogy téreivel kelek és felek, de ő hozta össze például a Térei Ösztöndíjat. Most például nem akarok hivatkozni, szegény feleségével állapodott meg, borzasztó ez az egész.
Fordult. Nem véletlen az, hogy megszólaltak egyébként a munkatársak, ami Magyarországon, a magyar feudalizmusban egészen extrém és különleges dolog. Tényleg arról érdemes beszélni, ami nem tipikus ebben az ügyben. És ugye ebből az egész helyzetből adódóan, mondjuk Demeter Szilárd még lehet várományosa akármilyen nagyon fontos posztnak. Ez adja a jelentőségét, hogy az állami szint az olyan ma már, az állam, a hatalom maga, olyan nézetrendszerrel teremt magának Magyarországon többséget, ami 15 évvel ezelőtt a kurucinfon ment. És ezzel elég messzire lehet eljutni, és el lehet vinni az országot magába, a katasztrófába. Hogy más nem mondjak, tényleg lényegében rasszista szintű konfliktusokat generált a magyar állam, és generál a magyar állam egyébként a nemzettestvérek között, a nemzettársak között. Ma már, ami egyébként hangulatilag létező, itt van, amiről kiabáltunk, meg féltünk, itt van a hideg polgárháború. Innentől kezdve már bármit meg lehet csinálni hamarosan, és ha úgy érzik, hogy muszáj lesz, akkor meg fogják tenni. Figyeljetek ide, azért a válság, a körülmények, amiben ők dönteni fogni, és nem látványkormányozni, azok egyre durvábbak lesznek. Akár bejön a vétó, akár nem. Ez az ország nagyon sötét jövő elé néz gazdasági és szociális értelemben. És nem véletlen, ami történik. Ez a jelentősége mindössze. Ez a hideg polgárháború zajlott egy ideje, és a Demeter Szilárd, hogy mondjam, tulajdonképpen, ha nem is díszítésében, nem is a szavak szintjén, de jelentésében már sokkal durvább dolgokat mondott és csinált. Azért ez az ember a magyar kultúra széthúrásáért és újra centralizásáért felelős ilyen komisszár, kultúrkomisszár. És igazából ezeket a dolgokat nem négy fal között csinálta eldugva, mint egy ilyen gangbang partit, amit nem lehet látni, és aztán rá lehet csodálkozni. Mi nem is tudtuk, hogy van ilyen fenét. Demeter Szilárdról már 2 éve, vagy 3 éve, amióta benne van ebben a Tőkés László táskahordozójából a magyar kultúra éllovacsa lett, azóta tudjuk, hogy kicsoda, tudjuk, hogy mit csinál, tudjuk, hogy hogy gondolkodik. Semmi különösen meglepetés nem kellett, hogy érje minket, egyszerűen most túlfogalmazta magát. Tényleg ez történt. Valami olyan fogalmazási, nem is tudom, hibába nyúlt bele, ami így hirtelen ráirányította a figyelmet. De mondom, én továbbra is úgy gondolom, hogy ezt élvezte. És de? Pont azért, amit a Sanyi mondott, mert ő még lehet itt kultuszminiszter, vagy akármi lehet. Ebben ne, ő nem bukott meg ettől. Kapott egy maflás, mondom, fölállt, kinyitott a képzeletbeli bugylibicskáját, és most bicskázni fog. Imádja, ha róla beszélnek. Imádja, hogy most róla beszélünk. Jó, de ne felejtsük el, mert ugye mondhatjuk azt, hogy hibázott, és persze hibázunk mindannyian, persze, de azért ő volt ugyanaz az ember, aki el szerette volna játszani az ölömódát egy kalapáccsal az újságíró kezén. Tehát, hogy mondjam ez, annyira nem illik bele a normalitásba, meg a keresztény demokrácia elvébe, 1-2. Ugye azt mit mondott a fideszes kommunikáció? Visszavonta a publikációját, és törölte a Facebook posztját. Ámen, minden rendben van. Hát ha most ez egy nagyon rossz kommunikáció volt, mert egy hétre rá viszont akkor ezek szerint vissza kell vonni az alaptörvényt, mert a Szájer már törölte a Facebook posztját, most ő nem publikációt írt, hanem a vonaton megírta két unga-bunga parti között az alaptörvényünket, most akkor azt fogjuk visszavonni, és onnantól minden rendben lesz. Tehát azért ne legyen normalitás ennek az úriembernek a, hogy úgy mondjam, kommunikációja a mindennapokban. Abban igazatok van, hogy lehet, hogy nem bukott. Baj van, mert teljesen gyanús, hogy Sanyi ennyire érdeklődve és némán figyeli a beszélgetést. Nem érdeklődve, lemerülés, tényleg aranyos. Lemerevedett, Sándor lemerevedett. Túl csöndes. Így maradt meg a közvetítés. Most merült le. Figyelj, nézők ezrei most azt mondják, hogy igen, ez a mi Sanyink, így kéne minden egyes műsor. Hát azért az egy... Azért ez egy komoly hiba, amikor az ilyen embernek nem mondják azt, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen irodalmi munkássága van, de ezt ne a Petőfi Irodalmi Múzeum élén tegyen. Ennyi. Jó, és saját publikációját tegye föl nyugodtan bárhova, de ezt ne állami alkalmazottként tegye. Ne az adófizetők pénzén tegye. Ez egy szabad ország, azt mond, amit akar. A visszavont publicisztika, mint műfaj, az ugye eddig nem nagyon létezett, hát most már van ilyen is, hogy a visszavont publicisztika. Hopp, Sanyit végképp elvesztettük, úgyhogy még ajánlom mindenki figyelmébe, úgyhogy a
Hát ez most egy ilyen faramúci végű kötött fogás lett. Ettől függetlenül nagyon köszi, hogy jöttetek. Hát nem jöttetek, hanem hogy bekapcsolódtatok a beszélgetésbe, és vigyázzatok magatokra.